Kraft. Erő. Terhelés. Kitartás. Regeneráció. A Föld mélye rejti a zeolit nevű ásványt. Amikor a terhelés a végsőkig lemerítette erőinket, a szokásos, mérsékelt tápanyagfelvétel már nem elég. A zeolit javítja az ásványi anyagok átvitelét a szélsőségesen nagy terhelésnek kitett sportolók szervezetében. Az Ausztriában kifejlesztett, szabadalmaztatott és gyártott detoxamin alap összetevője a zeolit. Ennek a vulkanikus eredetű ásványnak az emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatását már az ókorban is ismerték, és újabban a tudomány is igazolta. Az aminósavak és zsírok elégetésekor keletkező szabad gyökök agresszívan támadják sejtjeinket, és meggyorsítják testünk öregedését. Az elmúlt 5 évben mintegy 500 betegünk kapta ezt a készítményt különböző betegségekre. Súlyos betegségekről van szó, mint a hepatitis C, a rák vagy a reuma. Külsőleg akut fagyúmirigy gyulladás, akne gyógyítására is használjuk. Az utóbbi betegségben szenvedőknél az iskolaorvosi szolgálat az általános állapot javulását figyelte meg az elmúlt 5 évben. Rákbetegeknél az étvágy és a fizikai teljesítőképesség javulását tapasztaltuk, nagy sikereket értünk el tüdőrákos és petefészekrákos betegeinknél. A készítményt valamivel kevésbé találtuk hatásosnak gyomor- és hasnyálmirigyrák ellen. Ennek fontos okát nem ismerjük, mert eredményeink megfigyelésre épülnek, nem klinikai vizsgálatokra. Fagyúmirigy gyulladásos esetekben, amelyeknél már minden lehetséges klinikai módszert kipróbáltak, gyors felépülést észleltünk. A készítmény előnye, hogy már néhány nap alatt hat. Ha nem jelentkezne ilyen gyorsan a hatása, nem dicsérnénk ennyire. Már több mint egy éve írom fel betegeinek ezt a biológiailag aktív összetevőt étrendi kiegészítőként. Édesanyám petefészek rákos és szedi. Az eredmények hihetetlenek. Édesanyám már több kemoterápiás kezelést is kapott. Az első 2 nagyon nehezen viselte, rengeteg mellékhatás jelentkezett. Ahogy megismertem a zeolitot, azonnal felírtam neki. Ezt követően alig érezte a kemoterápiás kezelések mellékhatásait. Nagyon jól tűri a kemoterápiát és jelentősen javult általános állapota. Ugyanezen okból más rákos betegeimnek is felírtam a készítményt. Javulást észleltem náluk is, mégpedig a kemoterápiában részesült és más kezelést kapott csoportokban egyaránt. Minden betegem életminőségét javította. Természetesen még nem tudjuk, hogy a készítmény szedését követően lehetséges-e a gyógyulás, de minden esetre lassítani tudjuk a betegség előrehaladását. Anyámnál például előrehaladott rákot diagnosztizáltak, és a kollégák legfeljebb 1 évet adtak neki. Ez 9 éve volt. Akkor elkezdte szedni a zeolitot, és még ma is él. Életminősége jónak mondható. Jó tapasztalatokat szereztünk fagyúmirigy gyulladásos betegeknél, különösen 15 és 25 év közötti fiatal nőknél is. Náluk külsőleg az érintett helyek zeolit porral való behintésével és egyidejűleg a készítmény szájon át történő alkalmazásával értünk el eredményeket. Az esetek 70%-ában egyértelmű a kifejezett javulás. Vannak tapasztalataink a vérkeringési zavarok és dermális szklerózis következtében kialakult vénás fekélyek kezelésében is. Minden esetben közvetlenül a sebbe szórtuk a port és egyértelmű javulást tapasztaltunk. A kisebb fekélyeket ezzel a kezeléssel meg is tudtuk gyógyítani, ami nagy siker, mert mellőzni tudjuk az erős gyógyszereket és csak természetes anyagokat alkalmaztunk. A krónikus betegek szervezetében tömegesen keletkeznek szabad gyökök, melyeket a zeolit segítségével meg lehet kötni. Különösen rákbetegeknél jelentős szabad gyökök mennyisége, amely a zeolit alkalmazásával a laboratóriumi vizsgálatok eredményei szerint csökkenthető. A fentiek alapján javasoljuk, hogy a betegek a felépülés után is folytassák a zeolit szedését. A készítmény az eddigi összes vizsgálat szerint csökkenti a szabad gyökök mennyiségét. Néhány hónapja mértem egy súlyos fagyúmirigy gyulladásos nőbetegünk szabad gyök képét. Étrendi kiegészítőként zeolitot adtunk neki, a készítmény egyidejű lokális alkalmazása mellett betegünk bőre kisimult, gyulladásai szinte megszűntek, ha abba hagyná a zeolit szedését, kiújulnának a gyulladásai. 400-nál is több betegünknek kell meghatároznunk a szabad gyök képét. Reméljük, hogy javítani tudjuk általános állapotukat. Rákbetegek esetében egyértelmű a szabad gyökök számának csökkenése, és közérzetük is javult. Ugyanez vonatkozik a hepatitis C betegekre is. Tejsavak. Az erős fizikai terhelés során tejsavak termelődnek és rakódnak le az izomszövetekben, ami az optimális szint alá csökkenti terhelhetőségünket. A zeolit segíti a káros anyagok lebomlását, semlegesíti hatását.
hatásukat, és gyorsítja a szervezet regenerálódását. Nem doppingszer, hanem csupán a természetes regenerációs folyamatot támogatja. Hatására a szervezet rövidebb idő alatt regenerálódik, edzés-mérkőzés után egyaránt. Kerékpáros, Gerolsteiner Team az év sportolója 2005-ben. Hihetetlen, hogy milyen gyorsan kipihentem magam a megfeszített edzések és futamok után. Gyorsabban és jobb formában tudok visszatérni a pályára. 4 percünk volt a futásra, és 3 perc elteltével azt vettem észre, hogy egyedül futok. A többiek mind lemaradtak. Nem hittek a szemüknek, hogy így megelőztem őket. Ez volt az első nagy élményem, amely egyértelművé tette, hogy a zeolit intenzívebbé teszi a felépülést. Ahogy elkezdtem szedni a detoxamin készítményt, csúcsidőt futottam Grazban. Ennek nagyon megörültem, és folytattam a zeolit szedését, mert segített a gyors regenerálódásban. A bécsi maratonra a felkészülés simán ment. Ott második lettem. Ősszel csupán 14 nappal a megerőltetőbb berlini maraton és a még megerőltetőbb felkészülés után első helyen végeztem a grazi városi bajnokságon. A felkészülés során rendszeresen szedtem a detoxamint, és azt vettem észre, hogy hamar kipihenem magam, és ugyanakkor a kondícióm is jelentősen javult. Minden sportolónak tudom ajánlani a detoxamint, függetlenül attól, hogy kitartásra vagy robbanó teljesítményre van-e szükségük. Meggyőződtem a termék hatásosságáról, és tudom, hogy természetes anyagokból készül, ezért is választottam a detoxamint. Nyugodt lelkiismerettel tudom ajánlani minden sportolónak. Hosszú időn át súlyos egészségi problémákkal küzdöttem. Egy lázas betegség szövődményeként szívizomgyulladást szenvedtem, utána pedig eltörtem a lábamat. Akkor magyarázta el nekem a detoxamin vezetője cége termékének hatását, ami a későbbiekben sokat segített az edzéseken és a felépülésben. Azonnal elkezdtem szedni a detoxamint, és rögtön éreztem a változást. A gyógyulás, felkészülés és edzések során is folytattam szedését. Bár az edzés célja izomfejlesztés volt, meglepett, hogy csökkent a tejsav szintem. Elégedett vagyok a termékkel, fontos, hogy minél több versenyen vegyek részt, ami azt jelenti, hogy rövid idő áll rendelkezésemre a regenerálódáshoz, és az is gyakran autóbuszon vagy repülőn ülve. Ezzel a készítménnyel rövidebb idő alatt és nagyobb kitartással tudok ismét rajthoz állni. Van még egy oka annak, hogy ezt a készítményt választottam, egy osztrák szervezet dopping vizsgálatán megfelelt. Gyakorlatilag nulla az esélye annak, hogy doppingszernek minősítsék. Élsportolóknál ez nagyon fontos szempont. Csökkenti a tejsav szintet, rövidíti a regenerációs időt. A detoxamin semlegesíti a szabad gyököket, különösen hatásos nagy terhelésnek kitett sportolóknál.